Sziasztok, a nevem Cefi, a Gessilem Gamingtől. Hát már régen nem találkoztunk. Az legutóbbi videó szerintem több mint 4 hete lett feltöltve. Ennek az az oka, hogy sok egyéb dolgom volt, amit el kellett intézni, és most már van időm újra leülni és videózni nektek. És rögtön bele is csapok. Ugye az eddigi videók főleg a MechWarrior-ról és a Battletech-ről szóltak, és hát most már ideje ezen a témán azt hiszem túlépni, és ezzel szerintem nem csak én vagyok így, és most valami egészen másba gondoltam, hogy belekezdek. Ez pedig nem más, mint amit ígértem az intro videóban, ugyanis ott arról volt szó, többek közt, hogy mutatunk nektek néhány régebbi olyan játékot, amik jók voltak nagyon, nekünk különösen tetszettek, nekem különösen tetszettek, illetve hát a játékvilágban is nyomot hagytak a maguk módján. Úgyhogy összegyűjtöttem azokat a játékokat, amik nekem a legközelebb álltak a szívem, ez kb. Olyan 50 játék lett a végén, és ebből szerettem volna nyilván kevesebbet csinálni, hogy valamilyen szinten kezelhetőbb mennyiségű játékot tudjak nektek megmutatni. Úgyhogy csináltam egy 10-es listát, nyilván, hiszen mindenki így szokta. Ugyanakkor az volt a baj, hogy ebből a 10 játékból 8 stratégiai jellegű játék volt, ami azért nem jó, hiszen nem csak azt akartam mutatni, és nagyon sok egyéb játék volt, ami egyébként kiváló. Úgyhogy a végén csináltam 2x10 listát, 2 top 10-et, ha úgy tetszik. Az egyikben csak stratégiai játékok vannak, a másikban pedig minden más. És gyakorlatilag ezzel eljutottunk oda, amit végül is szerettem volna bejelenteni, hogy ezzel a résszel indult Cefi top 10 stratégiai játék válogatása. Azért válogatás, mert ez a top 10-es lista, amit majd szépen végigmegyünk. Hát azt nem mondom, hogy hetente, de mondjuk hetente, másfél hetente. Az első játék pedig, amit láttok a kijelzőn, elnézést kérek, a menü nagyon pici felbontással jelenik meg, ezért ilyen fura a kép, az a Total Annihilation, ami egy kiváló stratégiai játék, egészen 1997-ből, tehát nagyon régi. De még mielőtt bármit is mondanék róla, nézzük meg az intro videót. Ott majd a sztori részét hallani fogjátok. Began as a conflict over the transfer of consciousness from flesh to machines, escalated into a war which has decimated a million worlds. The core and the arm have all but exhausted the resources of a galaxy in their struggle for domination. Both sides now crippled beyond repair, the remnants of their armies continue to battle on ravaged planets, their hatred fueled by over 4,000 years of total war. This is a fight to the death. For each side, the only acceptable outcome is the complete elimination of the other.
Tehát akkor mutatom is a játékot. Csináltam már néhány save game-et. Tehát stratégiai játékról fogunk beszélni. A játék maga, mint látjátok, elég régi, mint mondtam, 97-es. Volt két kiegészítője, amit később kiadtak. 98-ban a Core Contingency és a Battle Tactics. Ezek azért voltak fontosak, mert ennek a játéknak van egy rakás érdekessége, és a kiegészítők jól mutatják ezt, ugyanis a játék maga annak idején teljesen egyedi volt, hiszen ez volt az első olyan stratégiai játék, amiben 200 egységet lehetett egyszer jeleníteni a térképen, ami 97-ben nagy szám volt. És 98-ban a két kiegészítővel ez 500-re, majd 5000-re növelték. Azért 5000 egységet egyszer jeleníteni egy kétdimenziós stratégiai játékban az azért nem semmi, főleg nem 97-ben. Annak idején a régi videókártyákat, a Savage-eket, Matroxokat, Voodoo kártyákat biztos emlékeztek rájuk néhányan, akik olyan vének, mint én, eléggé megdolgoztatták. A játék különlegessége pedig igazából az, hogy noha a telep 2D, az egységek 3D-sek. Ez közelíteni nem lehet, tehát ezt a játék meg nem tudta. Itt a Commander. Közben ő elkezdett így gyártani, mert amikor mentettem, kiadtam neki egy parancsot, hogy Metal Extractort gyártson. Tehát, hogyha ránéztek, egy klasszikus stratégiai játék képernyőt találtok, tehát előttünk a terep. A bal felső sarokban itt a kétféle nyersanyagot látjátok, ami igazából fém és energiára korlátozódik. Az érdekessége a nyersanyag rendszernek az, hogy nem úgy működik, mint a legtöbb játékban, hogy kibányáztok valamennyit, és akkor az úgy van, hanem úgy működik, hogy stream-szerűen áramlik be. Tehát van egy ezres kapacitásotok, mint azt látjátok, és jelenleg 25 energia egység áramlik be, és 37-et használtam föl, mivel a Commander Unit, ő, komisszár elvtárs, ő éppen épített, és ő használja fel a legtöbbet. Egyébként ő a legbeldelszebb egység az egész játékban, mert egyrészt tud építeni, javítani, tud lerombolni és lebontani, hogyha kell, tud harcolni, és van neki egy ilyen D-Gun nevezetű apokaliptikusan durva fegyvere, amit hogyha elsütök, nem lesz annyira látványos, mint egy modern stratégiai játékban, de hogyha itt most egy seregrobot lett volna, azok már nem lennének ott. És ha jól látjátok, akkor ezt akartam megmutatni, hogy a tűz terjed a fáknál. Ez óriási. Előtte ilyet nem nagyon láttunk. A telep nem teljesen statikus, felhasználható, ugyanis, mint mondtam, a két nyersanyagot be lehet gyűjteni az említett helyekről, például ezek a fémes kis foltok arra azt jelenti, hogy ott bizony fémlelő hely van. Ha fölmegyek ide, akkor itt láttam egy geotermikus kis kigőzölgést, oda geotermikus erőművet lehet építeni, illetve lehet építeni még naperőművet energiához. A fém Metal Extractor nyilván a fémet dolgozza nekünk fel. Nanolizálunk ide egy Solar Collectort, ami elkezd nekünk most termelni még több napenergiát, kicsit többet, mint az előbb volt. Építünk még egyet, csak hogy legyen. Van egy másik mentés, amiben már felhúztam ezt a bázist, úgyhogy most nem fogunk itt tűnni két órát, amíg ebből lesz valami. Csak a főbb dolgokat szeretném megmutogatni. A játék maga egyébként nagyon érdekes. Nagyon érdekesen van kialakítva. Egyrészt ez a stream rendszerszerű erőforrás menedzsment, ez elég jól teszi az embernek magát, hiszen hogyha nem figyelünk oda, akkor idő előtt el tud fogyni a nyersanyag, és hogyha elfogyott a nyersanyag, akkor viszont nagy baj van, mert semmit nem tudunk gyártani. Hogyha elfogy az energia, akkor leáll minden, tehát elég oda kell figyelni. A nyersanyagok közötti átmenetet egész jól megoldották, ugyanis van itt ez a egyik beszédes nevű Metal Maker nevű épület, ami arra való, hogy energiából fémet állít elő, hogyha egy kicsit megfogyatkoznánk fémügyileg. Ez most éppen be van kapcsolva. A legtöbb épületet egyébként ki be lehet kapcsolni, hogyha spórolni akarunk energiát, ezt meg lehet lépni, ami nem egy utolsó szempont. Ide az előbb felhúztam egy szélerőművet, ugyanis a játék fizikai motorja az képest, hogy mennyire régi, igen jó lett. Tehát van a bolygókon gravitáció, és ez a gravitáció különböző lehet, ami befolyásolja például a tűzérettségeink hatékonyságát. Van szél, ami szintén befolyásolhatja a tűzérettségeink hatékonyságát, illetve
most jelen esetben, ha mint láttátok, az előbb 21 volt, itt alul mutatja, ide kell nézni. Tehát most éppen 1, mert nem fúj a szél. Az előbb fújt egy kicsit a szél, és akkor 21 energiát termelt. A szélerőművek, aha, most 14. Nem a legmegbízhatóbb erőforrások. Később egyébként van fúziós erőmű már egy magasabb fejlettségi szinten, mert hogy több fejlettségi szint van a játékban. Ezt mindjárt megmutatom, hogy hogy lehet elérni. De, mint mondtam, a terep nem teljesen statikus. A fákat és a köveket be lehet gyűjteni. A fából energia lesz, a kőből fém. Annyit érdemes megnézni, hogy a kiégett fa 50 energiát tartalmaz, az élő fa 250 energiát tartalmaz. Egyébként a játékkészítői németek, tehát az, hogy mindenhol megújuló energiaforrásokkal találkozunk, azon nem kell különösebben meglepődni, hogy nekik ez komoly veszőparipájuk. Mindig ezzel szeretnek sokat foglalkozni. Aztán, jó, egységek. Mint mondtam, vannak robik, úgyhogy ide fel is húzunk egy olyan épületet, amivel robotokat lehet majd gyártani. Ez K-Bot Labnek hívják, ott alul mutatja. És azt is, hogy a Commander építi éppen. És ezen kívül még lehet gyártani tankokat, azok itt a VA-Cup Plantben vannak benne, repülőket az Aircraft Plantben nyilvánvaló, illetve a Shipyardban pedig hajókat. Ezen kívül ez a Tech 1 szint, amit most mutattam nektek, ez a 4 épület és a benne lakozó egységek. És gyártanunk kell egy ilyen Construction K-botot, és ennél az első egységnél ott kiírja, hogy Tech Level 1. A többi nem fogja kiírni, ez egyébként harci robotok, és itt még van 2 harci robot. De nekünk most egyelőre ez a Construction K-bot kell, mert ő a kulcsa annak, hogy a Tech 2 szintre lépjünk, azaz erősebb, jobb egységeket gyárthassunk, illetve erősebb és jobb épületeink legyenek. Ugyanis itt van egy ilyen Light Laser Tower, nyilván kitaláltátok, majd Tech 2 szinten lesz majd egy nem Heavy Laser Tower, de ilyen dupla Laser Tower, két tüzelőállása van, nem egy. Ebből talán még nem nagyon látszik, de a játék egy kicsikét haj az annyiban mondjuk a CNC múltra, vagy a CNC nem múltra, mert végül is nincs köze a CNC ez a játékhoz. De annyiban hasonlítanak, hogy ebben is egy kicsit arra próbál a játék azt tökéletlenül, hogy gyártsál, minél többet gyártani kell, és hogyha eleget gyártottál, akkor még le kell húzni az ellenfelet. Ez helyén való, hiszen ez minden stratégiai játéknak a lényege, ami arra megy ki, hogy két faction egymás ellen küzd. És most meg is ragadom az alkalmat, hogy elmondjam a történetet. Ugyanis két faction küzd egymás ellen, mint azt a videóban láttátok. A lényeg az, hogy a jövőben az emberiség eléggé, elszaporodik a galaxisban, és létrehoznak egy mesterséges intelligenciát, amit Core-nak neveznek el, ami azt jelenti, ami egy rövidítés, és a Consciousness Repository névre hallgat, ami, ahogy a neve is mondja, nem más, mint tudattárolásra alkalmas mesterséges intelligencia, ugyanis az emberek az örök élet reményében kitalálják, hogy ők most akkor a tudatukat áttranszferálják a testükből a gépekbe. Ám ezt nem mindenki akarja megtenni, és kialakul egy ellenséges frakció, amelyik fellázad ez a szokás ellen, és ők lesznek az ARM frakció, vagy ORM, kinek hogy tetszik, és ez a Core, illetve az ARM háborúba kezd egymás ellen, ami több ezer éven át tart, több millió világot perzsel föl, blablabla. Ez a sztori lényege is. Ez itt az ARM Commander, amiből most sajnos nem sokat láttok így, mert tényleg elég picike, de higgyük el, hogy ő. Igen, én most miközben meséltem azt, hogy elkezdtem fát begyűjteni ezzel a kis fickóval, de ő az az arc, aki meg tudja csinálni az Advanced K-Bot Lab-et, amivel már Advanced egységeket tudunk gyártani, de ő tud csinálni például Geothermal Power Plant-et is, amit ott az a füstölgő lyuk, ez itt nem fink, hanem ez bizony földgáz, és ez arra való, hogy kitermeljük. Itt a dupla csövű lézerágy, amit meséltem, itt van különböző védelmi egységek, és az utolsó, az ötödik típusú egység, ugye voltak a robotok, a tankok, a repülőgépek, a hajók, és vannak a lebegő, ilyen légpárnás, hovercraft, ott van alul hovercraft platform. Ezeket az épületeket lehet csinálni. Még egy érdekesség, ami szintén első volt, ugye először volt a nagy egységszám. Aztán, ez kérek szépen mindenkit, illetve kérek szépen mindenkit, ez egy óriási újítás volt, az pedig nem más, mint a radar. Ugyanis ez volt az első játék, ami képes volt úgy megmutatni ellenséges egységeket, hogy azokat a Fog of War
még mindig takarta, és ilyen előtte nem volt. Úgyhogy ez eléggé különlegesnek számított a maga idejében, bár annak idején én ebből nem sokat reagáltam, de mert nem sokkal játékkal játszottam előtte, ez egyik első játék volt ez, amivel találkoztam. Talán pont ezért hagyott akkor a nyomot bennem, mert tényleg élvezetes. És általában ilyenkor az van, hogy borzasztó mértékben elkezdtem fejleszteni a technológiai szintemet, mégpedig azért, mert az ellenfelem ugyanezt teszi. A játékban van három nehézségi szint, az easy, a medium és a hard. Az easy az olyan, mint a legtöbb játékban a medium, tehát azért megdolgoztat, de lehet nyerni. A normál az nagyon kemény, ott azért kőkeményen kell ismerni már az egységeket, a telepnek megfelelően kell gyártani egységeket, és időben el kell kezdeni lezúzni az ellenfelet, mert akkor a hadsereget összezúz, hogy esélytelennek vagytok ellene. A hard pedig, hát ez insane. Egyébként a játékban van campaign is, nyilván a core-ral és az arm-mal is lehet campaignbe kezdeni. Ha jól tudom, 25-25 küldetés van, tehát nagyon sok, és nagyon izgalmas és érdekes, és nem csak ilyen világokon játszódik, mint ez, hanem játszódhat holdokon, mesterséges, tehát ilyen épített, fémből lévő világokon, és ha jól tudom, ennyi. Na, tehát, amit szerettem volna, azt nagyjából megmutattam. Még annyit, hogy ugye itt most a build menü aktív, tehát az épületeket látjátok, illetve néhány alapparancsot. Az orders menü alatt találtok még többet, például itt van a reclaim és a repair. A reclaim az, hogy az épületet lebontjuk, a repair pedig nyilván az, hogy az épületet, vagy az egységet megjavítjuk. Illetve van guard és patrol opciók is, ez a harci egységeknél működik. Más játékok is bírtak ezekkel az opciókkal annak idején, tehát ez nem volt újítás, de minden esetre nem kell folyton egységre-egységre urálva osztogatni a parancsokat, hanem lehet gyorsabban is vezetni mindenkit. Szerintem alapjában véve ennyit el lehet elég is elmondani a játékról, úgyhogy én most fogom és előhozom a menüt, figyelem, F2-vel jön a menü, ne kérdezzétek miért, semmi logika nincs benne, de ezzel jön a menü. És átmegyek abban a mentésben, ahol már azért van egy-két egységem. Azért itt már van többféle egység, és még nagyon belemennék, hogy pontosan, oppá, ott jön egy vadászgép, ott lehet látni az a radar, amit mondtam. És ő már nem megy sehova. Ha megfigyeltétek, ugrott egyet a képernyőn, amikor felrobbant. Nagyon kemény. A radar, ugye említettem, ez egy advanced radar, ez meg egy basic radar. Ez odáig ér el, az advanced pedig hát majdnem végig az egész térképen. Hogyha kikapcsolom az advanced-et, akkor nem látszanak az egységek, és ez az, amit mondtam nektek, tehát úgy mutatja meg az egységeket, hogy igazából nem látjuk őket, de tudjuk, hogy ott vannak. És hogyha ha csak nem épít valaki egy radar jammer egységet, például itt van egy Eraser, azaz Radir találó név, ez egy radar jammer egység, tehát hogyha most én berakom minden a Robik közepére, azt mondom neki guard, és elindulunk együtt, akkor az ő, az ellenfelem a radarján nem fogja látni az én közeledő egységeimet, amit majd mindjárt meg is teszünk. Tehát, itt már vannak épületek, méghozzá sok. Csináltam egy repteret, csináltam egy Air Repair pedet, ami arra való, hogy a sérült repülőgépek automatikusan leszállnak, ami megjavítja őket, ki nem kigondolta volna. Aztán az alapépületeknek is vannak fejlesztett verzióik, például ez egy Moho Mine. Nem tudom, a közítő között valószínűleg nem volt magyar, de azért ez vicces. Tehát ez egy sokkal mohóbb metal extraktor, mint az alap metal extraktor. Ez itt termel 2-t és fogyaszt 3 energiát. Ez itt 15 energiát fogyaszt és 3,6-ot termel, mint nem egy annyira jó arány, hogyha megnézitek. De ez itt már 6,2-t termel, tehát sokkal jobb. Ez itt egy rakétasiló, atomrakéta van a játékban, azért nem lövöm most ki, mert akkor gyorsan véget érne a videó. Metal Maker, ez egy Advanced Keyboard Lab, itt vannak az Advanced építő egységek, például itt van egy Advanced építő Construction Keyboard Tech Level 2, itt van ő személyesen, és ő már olyan épületeket tud csinálni, amit az elődei nem. Egy-két alapépületet is tud, de például tud már Fusion Reaktort csinálni, ami itt van. Ez 1000 energiát termel, ott alul látjátok, szemben a naperőművek 20 energiájával, tehát ezért megéri nagyon gyorsan elzúzni a Tech 2 szintre. Ez egy Sentinel, dupla csövű lézerágyú, illetve flakkok, flakker. Mivel, hogy a játék AI-ja nagyon szeret bombázókat használni, nekem is van néhány, ezek itt bombázók,
Ezért érdemes flakkerekkel telepakolni a bázis szélét, és akkor lelövöldözik, mielőtt odaérnek a gyártó épületekhez, vagy az energiaelőállító épületekhez, és azokat jó ötlet megvédeni. Apropó, a lézertornyok is tudnak a levegőbe lőni, de azért biztosan vízhier. Dupla kattintással nem lehet kijelölni a legtöbb egységet, de a szokásos módon viszont igen. Itt már csináltam egy nagyobb hadsereget, őket meg mindjárt bevetjük, a bombázókat akarom megmutatni. Ugye itt nem tudom kijelölni az ellenfél épületét, hiszen nem látom, de tudom a radaron, hogy hol van, úgyhogy oda viszem. Baleger gombbal jelöltök ki, baleger gombbal indítjátok útra az egységeiteket, és ha minden igaz, a bombázóim, a Thunderek már úton is vannak. És szerintem nekik ez kb. Egy támadás lesz majd ez a Pulverizer, ami itt van, és akkor már is megtalálom a következő épületet, ami egy Wind Generator, tehát az ellenfele, hoppá, ott volt a commanderje, ott volt a Core Commander, és ennek annyi is, úgyhogy most visszarendelem az egységeimet. Aha, ez a hang, ez egy riasztójelzés, ott volt egy légvédelmi üteg. Nem, ez egy Advanced Construction Bot. A commanderekben fúziós reaktor, fúziós reaktor működik. Nehéz szó. Hogyha azt felrobbantjátok, akkor nagyjából minden lepusztul a térképen, tehát óvatosan tessék az ellenfél commanderjét lerobbantgatni. Egyébként kb. Akkor vége is a játéknak, tehát akkor ott megáll a campaign is, meg skirmish módban is, ahol most vagyunk is, megáll minden. Mert hogy minden elpusztul. Ki lehet kapcsolni, de tényleg felesleges kikapcsolni, mivel hogyha bedúlan a commander és minden lepusztul, akkor nem tudtak egységet gyártani, vagy ahol kikaptatok. Egy pillanatra most elkussolok, mert nagyon sokat beszélek, hallgassátok a zenét! Feltűnően jó, ugye? Na hát ez azért van, mert a készítők jó fejek voltak, és nem egy ilyen 8 bites szörnyűséget csináltak, mint annak idején nagyon sok játékhoz volt. Ezek 96 főzenekar által feljátszott szimfonikus zeneművek sora. Az F2-t nyomogatjátok, lehet váltani. Ez egyik kedvencem. És voltak olyan kedvesek annak idején, hogy ugye két CD-s volt a játék, az első CD volt a telepítő, a másik pedig a játék CD, és a játék CD-t nyilván be kellett tenni, azon volt az indítófájl, illetve azon voltak a zenék is, de hogyha éppen nem játszottál a játékkal, akkor beraktad egy hifi toronyba, és le lehetett játszani. Úgyhogy halál jó volt, én nagyon bírtam. Meg volt annak idején eredetiben két CD-sen. Ez a verzió már GOG-ról származik, mert a két CD-s verzió nem hajlandó működni az új Windows-okon. Hát eljártak már azok az idők. Na! Megmutogattam az egységeket, beszéltem az épületekről, elmeséltem azt is, hogy hogy lehet gyártani, illetve hogy lehet működőképes gazdaságot építeni a játékban. Ez itt egy rakéta elhárító. Ott a kis térképen látjátok a hatótávot. Ha jönne egy atomrakéta, akkor ez a cucc leszedni. Van benne, építettem benne három elhárító rakétát, illetve van itt nekem egy atomrakétám, ami bevetésre kész. Úgyhogy én most azt fogom tenni, hogy előre nyomulok. Ott vannak a tankjaim. Ide. A kis térképen jobb gombbal érdemes közlekedni, mert a bal gombbal kijelöltök. Általában nem látjátok, hogy mit, úgyhogy elég hülyén néz ki. És most elindult ez a sereg itt. Ezek a robotok. Ezek tech egy egységek, ugyanis amíg a bázist húztam itt fel, hogy meg tudjam nektek mutatni az advanced épületeket, addig a tech egy egységeket hánytam ki a gyártósorról, hogy legyen majd mivel megtámadni az ellenséget. Mint mondtam, ugye a játék alapvetően kétdimenziós, de próbálták a készítők érzékeltetni a háromdimenziót a terepen is. Ugye itt egyrészt a színekkel lehet játszani. Másrészt, hogyha visszaküldöm ide a tankot, akkor lehet látni, hogy megdől. Tehát az a háromdimenziós egységeket úgy forgatják a kétdimenziós felület fölött, hogy azt az érzetet keltik, hogy ez bizony itt egy hegy. És ez a tank ezt a hegyet most megmásza, és egyébként nagyon jól sikerül nekik, tehát iszonyat jó grafikai motorja van ennek a játéknak, nagyon szeretem. A hasonlóságot véltek felfedezni más játékkal, az nem véletlen, mert van hasonlóság. Az ott kérlek szépen egy Reaper, nem Rapier. Az a jó, hogy nekem vannak, ott az egyik robotomat kilőtték, rakétázó egységeim, úgyhogy meg tudják őket támadni. Várjunk csak.
Na most. Közben előre nyomulunk, jó? Ez az. Támadjunk, jó? Igen. Előre. Látszik, hogy a piros épületek közelébe értünk. Na hajrá! Dur, mindennel. Mindennel, ami csak van. Az egy Air Construction Unit volt, repülőgép gyárt. Tehát a gyártó repülő is van, nem csak földi egységek képesek gyártani. Ez itt mi? The Can. Ez nem tudom mit tud. Ezt ki kell szedni. A Metal Extractort. Az a jó, hogy a StarCraft-tal ellentétben nem csak, ha jól emlékszem, 8 egység volt talán, amit egyszerre tudtam kijelölni. Itt akármennyit ki tudok jelölni, tehát azért némileg könnyebb dolga van az embernek. Ott a commanderje. Construction Hovercraft, Commander, aha, azaz. Lehet decoy commander gyártani egyébként, ami hát nyilván kitaláltatok, pontosan megegyezik a commanderrel, de a commanderrel ellentétben ha jól tudom, nem, nincsen digánya és nem tud visszavenni épületeket. Limitált funkcionalitással bír. A tech egységeket is megeszi, az ő tech egységei pedig ez egy easy ellenfél. Most pedig kicsit földelítünk, hogy lássuk a bázis egészét. Úgy, gyerünk. Közben itt azért előre nyomulunk. Indulás. Advanced Aircraft Plant. Aha, tehát egész jó kis beállist épített. Aha, azt kellett lebombázni, az a légvédelmi ütek. Jó, most mennek egy karikát. Basszus. Nem tudom, hogy ez a Kenmi, de egész masszívan kiszedi az egységeimet. Francba már. Na, végre. Ja igen, most felejtettem kijelölve tartani a bombázókat, úgyhogy ők most elmentek. Ami annyira nem jó. Ott van egy. Támad. Hát az már nem fog senkit támadni. Csak tudnám, hol van a többi. Ez egy vehicle plant, egy core vehicle plant. Látjátok, hogy roncsokat hagyott vissza a sok elpusztult épület, meg egység. Ezeket a roncsokat be lehet gyűjteni. És valószínűleg az ellenfél construction unitja. Unitja, az valószínűleg ezért van itt most, mert hogy begyűjti a felrobbantott fémet. Be is szedtük, ott egy kobra, ami egy anti-air unit, nagy valószínűséggel. Amint látom, ezeknek az épületeknek már van védelmi ereje is. Jó. Na most csinálunk gyorsan még egységet. Hogy ne csak ennyivel álljon meg a dolog. Most elkezdtem ugye három épületben egyszerre egységeket gyártani. Ez eléggé meg fogja majd terhelni valószínűleg a gazdaságot. Azt látjátok, hogy 13 fémet használok fel, 22-t gyártok, illetve 250 energiát használok fel, de több mint 2000-et gyártok. Ez az atomrakéta miatt kellett. A mi atomrakétát nem sokára be is vetjük. Hogyha már van, miért ne? Milyen háztartás az, ahol legalább egy atomfegyver nincs kéznél, ha kell. És mennyi van még zipperből? 2, jó, azt nem várjuk meg, hanem támadásban lendülünk. Ezek pont a gyors egységek mind. PV, zipper, rokot leszámítva minden nagyon gyors, úgyhogy eljövünk ide. Itt az első robot hulla, úgyhogy ez kb. Jó hely lehet erre.
Az egységeim mennek, vándorolnak, futnak, szaladnak. Közben az ippelek is elkészülnek. Az útkereső algoritmus tényleg néha nagyon rossz. Olyan szinten el tudnak menni a céltól, az a jó, hogy nagyjából a megadott pontra igyekeznek eljutni. Tehát legalább nem az van, hogy elküldöm őket ebbe a sarokba, és akkor ebbe a sarokba mennek be. De néha volt már olyan a campaignben, mivel hogy sokkal jobban megkötött játékmenetről van szó, mint itt a skirmishben, ahol rögtön elérhetem a tech 2 levelt, tech level 2-t, mindegy. Itt annyira nem gáz a dolog, mert legyártok egy valag egységet, kilövöldözik őket, legyártam a következő valag egységet, vagy folyamatosan ugye az is megy. Na ezt a két zippet gyorsan elmutattuk a célra, mert tényleg hamar itt lesznek. Szerintem engem most meg fog támadni valamivel. Nem, meggondolta magát. Ez azok olyan légi egységek, vagy nem? Na minden, meg kiderül. Ti miért a f***nak nem indultok el? Jó reggelt! De, megtámad. Ez egy tad. Ez egy ilyen nagy tűzelejű, de elég lassú és szarul célzó robot. De mint mondtam, nagy tűzereje van, bár szerintem az én robotomat nem a tát lőtte ki, hanem ez a Storm, amelyik rakétázni is tud. Hát nem akartam most még belekezdeni az írtásba, de muszáj, mert fölhúzott itt valamennyi egységet, mert ez egy Tech Level 2. Tad. Morty. Jók a nevek. Gyerünk. A zippeleknek van lézere. Amúgy. A PV-k ilyen kis fénygömböket lőnek ki, vagy mit. Jöjjetek csak ide. Na, gyerünk, támadás! Közben van itt nekem egy repülő egységem, valahol félre raktam egyet. Ha ott van. Azzal egy kicsit felderítünk, gyere oda. Vagy inkább ide. Remélem, hogy ott nem lesznek légvédelmi ütegek, mert akkor szegénynek annyi lesz. Ez egy Moho Metal Maker, ugye az Advanced Metal Maker. Most hova megy? Jézus. Na. Aha! Ott a Commander. Lehet, hogy mégse fogom. Hoppá, most melyik az? Decoy Commander. A Decoy Commandert hagyjuk, inkább lőjük az igazit. Ott felrobbantottak egy fúziós reaktort, azért szólt ekkorát. Miért nem látom a health? Mit mondtam a Commanderben fúziós reaktorban, hogyha kilőjük, akkor ez történik. Hát igen, a fúziós reaktort ne piszkált, hülye gyerek, mert elfingja magát, akkor bizony ezt észreveszed. A statisztikák alapján... Hát igen, ez egy easy ellenfél, ez azért itt látszik. Itt. Ez viszont durva. Látjátok az ízét, és meg tud szopatni annak ellenére, hogy nyersanyagból össze-vissza kentem. De hiába, mert ez így működik. Jó. Megmutattam ezt a játékot, azt hiszem kívülről belülről méghozzá elég alaposan. Én nagyon remélem, hogy tetszett és hogy kedvet kaptatok hozzá. Mint mondtam, GOG-on meg lehet venni a kiegészítős verziót, 5,4 euróért, tehát nem egy nagy összeg, és eléggé leköti az embert, nagyon sok küldetése van, nagyon érdekes küldetések, úgyhogy a campaignt érdemes végig tolni. A multia nem tudom, hogy működik-e, elméletileg LAN-ban működnie kell, de ki fogjuk próbálni, ha szeretnétek, és akkor megmutatjuk, mert szerintem poén. Közben belekezdtem, csak közben elindult a csata, tehát a játék tovább élt, ugyanis lett egy leszármazottja, nem Total Annihilation 2, hanem Supreme Commander néven. 2007-ben az egy sokkal szebben kialakított játék volt, ami szintén különleges, de az most az majd egy másik alkalommal. Illetve jó 7 évvel később, 2014-ben kiadták a Planetary Annihilation-t. A név az nem véletlenül hasonló, hiszen az is azoktól a fejlesztőktől származik, akik annak idején ezt a remek művet is csinálták. Remélem, hogy nektek is tetszett, amit láttatok. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és kérdezzetek bátran komment szekcióban nyugodtan bármit. Illetve kérdezhettek még Twitteren is,
minden nap rengeteg hírt osztok meg, úgyhogy hajrá, nyugodtan kérdezzetek ott is, illetve nézzétek a híreket, mert mostában nagyon sok játék release nap van, úgyhogy hajrá, hajrá. Illetve Facebookon is ott vagyunk. Én Cefi voltam, köszönöm szépen, hogy néztétek ezt a videót, meg remélem, hogy tetszett, és akkor nem sokára találkozunk megint. Sziasztok!